újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsoda. Most, hogy 5 évtized eltelt, most ezeket a régi események évforduló sorozatát, mint egy ilyen gördülő évfordulót sorozatba felelevenítjük, és talán a pécsi fellépés is ebbe a sorozatba illeszkedik be. Itt a legfontosabb része a dolognak az, hogy még életben vagyunk, amikor már klasszikussá teszik mások ezeket az egyébként nagyon ismert számokat. Tehát ennek ez a mondandója. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új találkozást, és hogy elférjünk, arra megkérünk, te csinálj fel fordulást. Tulajdonképpen 64 elején kerültem én be, most már mondhatnám, hogy több mint 50 éve az Illés zenekarban, majd a Bercsényi klubban, ahova jártunk, ott Levente gyakran megfordult vendégként. Fantasztikus előadó volt, olyan szuggesztív, hihetetlen hatással volt. Nem hozott magával gitárt, úgyhogy általában az én hangszeremet kérte kölcsön, és olyan extázisba tépte a húrokat, hogy amikor visszaadta, akkor már alig volt rajta húr. Aztán Lajos megkérte Leventét, hogy csatlakozzon a zenekarhoz, ő hozta magával Szabolcsot, majd a következő évben csatlakozott hozzánk Pásztori Zoltán, és így lett teljessé ez a bizonyos legendás felállás. Két úri ember mögöttet ismerős? Melyik? Nagy izgalommal várom azt, hogy hogy fog itt megszólalni majd az Illés zenekar. Feltetően nem nagy csimpum cirkusz, meg füst, fény, meg nem lesz Omega Show, mondjuk, hogy ilyen kifejezéssel éljek, de biztos vagyok benne, hogy maradandó élményt fog nyújtani a közönségnek is, meg magunknak is. Nagyon szeretnék ott lenni, hogyha munkám miatt el tudok menni, akkor feltétlenül. Ott leszek. Hát ez biztos, az asszonynal együtt. Hát kis a hajóm, hát ez nem lehet kérdés. Hát a Szörényéket mindig bíztam. Nagyon. Nekem ők jelentették a zenét még abban az időben. Lehet még csörögni 70 éves korban is. Annak ellenére, hogy mi magunk most már tudjuk, hogy halandók vagyunk, és nem élünk örökké, egy kicsit reménykedünk abban, hogy ezek a dalok túl fognak élni minket.